Jó reggelt! Na. J jó, jó, Harmadjára. Jó reggelt, sziasztok! Sikerült megoldanunk a dolgokat. Jó reggelt, sziasztok, srácok! Üdvözlet, boldog hétfőt, boldog november közepét. Igen. Boldog mindent, amit el lehet képzelni. Boldog um, napsütést. Boldog kávézást. Uh, úgyhogy igen. Um, hogy micsoda? Jó, mindegy, ezt már lesokkoltak reggelente a kérdésekkel, stb. Nagyon örülök neki Balázs első körben, mert vannak gondjaink, ez nagyon fontos, uh, hogy uh, nem látszik annyira az orrom. Ez még gond? Azt mondtam, nagyon örülök. Ja? Egy gond, de nagyon örülök, értem, hogy nem látszik értem, értem, az orrom. Értem, értem. Srácok, jártam, majd mindjárt elmesélem. Talán majd a délutáni streamben megmutatom, be, most nagyon közel kéne menjek ahhoz a kamerához, és így nem fogok. De prezentálom a gondokat. Na, fussunk neki. Most már Jani beteg. Úgyhogy ma ő nincs. Bárki... Ezen meglepődne? Igen, igen, bárki ezen meglepődne. Igen, úgyhogy ma ő nincs, úgyhogy jobbulás Janinak. Ez az egyik. Öm, az orrom úgy néz ki, mint aki belefejelt a csiszológépbe, de ez nem látszik. Mindenki Mi smérlivel törő. Azt Jó, akartam ahhoz. mondani, pontosan így van. Öm, illetve öm, van -e egy szetámbáli problémánk itt a, ezzel kapcsolatban? Ez itt ez a kis bevilágítás, amit megoldunk nagyon gyorsan. Igen, a héten pontot teszünk rá. Múltkor, igen. múltkor nem tudom, valamelyik alkalommal lehet, nem vele, hanem Janival beszéltünk. Szerintem erről. igen. Pont ugyanígy sütött be a nap. Akkor megfogalmazódott, most már elharapózott a, 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 probléma. Igen, hogy... meg egyébként is kell ide az a cucc, úgyhogy most meg lesz majd oldva. A héten biztosan, szerintem. Igen. Mert Hogyha sikerül megvenni, akkor meg lesz oldva a héten. Nem fog tudni a HH közben nézegetni a szembelévő panelháznak az ablakait, hogy éppen Kit látok, vagy nem? Igen, na ez... mindegy, úgyhogy ezt a fényt megszüntetjük, mert ugye az, az, az te még nem vagyok itt egészen egy éve, ezen a helyen, ezért nem tudtuk, hogy melyik napszakokban süt be a nap. Uh -huh. És úgy néz ki, hogy most pont így. Kon Konfirmálhatjuk azt, hogy ősszel ide besüt a nap Így van, így van. Úgyhogy most van. ez így van, de mondom, ez gyakorlatilag meg fog szűnni most a héten, hogyha minden jól megy. Na, balázs, remélem minden rendben tehet a hétvégén. Ó, úgy tehát, hogy Ihaj. Hogy Ihaj, csuhaj. Ihaj. Igen, igen. szóval takarítottunk, hogy jönnek hozzánk délután vendégségbe, néző, mm -hmm. oké, meg vasárnap is jöttek hozzánk ö, vendégségbe, csak vasárnap délután nem takarítottunk, hanem kutyasülőben voltunk, és az a. hopp, eltelt a hétvége. Mondjuk így eltelek, igen. Nekünk a múl lassabban, tehát mert hogy a, tudod, a betegség miatt nem mentünk sehova? Uh -huh. Itt, tudod, így otthon voltunk és azon marfandíroztunk, hogy mikor mit tegyünk. Ez jó dolog. Ó, oh, ne is mondd. Ne is mond. <laughs> Ez jó dolog. Srácok, um, pénteki nap meséltem róla um, a, a olyan streamekben, ahol nem lett volna helye a dolgokról, uh, hogy igen, ugye én meg voltam fázva, uh -huh. és uh, a gyerektől kaptuk el a betegséget, de igen, um, mert voltunk Covid-teszten, ilyen hatósági teszten, vagy mi a tökömnek uh -huh. hívják ezt, amire ugye be kellett mennünk, mert, uh, mert be kellett mennünk, uh, ami ugye Mondhatok egy pár szót, mondjak róla, azért akartam róla beszélni. Ezt, ezt az agyas tesztet csinálják, gyakorlatilag ezt a szemgolyó mögött megnézik, hogy van-e ott is valami. Ezzel a cókmókkal ugye így szemből így feldugják a, a, a cuccost, egy ilyen nagy cuccost, a nem olyan nagy, a cuccost az orrodba. Így tényleg ilyen mélyre még nem nyúl senki az orromba. Majd ugye az egy gyors teszt, mikor közlik, hogy az negatív, mert közölték, akkor, akkor szólnak, hogy most lesz egy PCR-teszt, ami ugyanaz a másik orjukatban, ugyanez a szar, meg a torkodba. Na mindegy, de azt nektek nem mondtam, Jó, hogy, mert, mert azt nem tudtuk meg egyből, hogy a PCR teszt eredménye is negatív lett, amit ugye nagyon reméltem, hogy így van, mert szinte kizárnak tartottam, hogy én elkaptam volna ezt a betegséget, és így is van, úgyhogy, úgyhogy, azért is vagyok itt, meg stb. Úgyhogy azért is pörök tovább a műsor, mert, mert ez volt. Mindenkinek személyes preferenciája, nekem nem tisztem Ma a mai műsorban sok covidos téma lesz, már most szólok, hogy aki nem bírja a kávét inni közben, az most mehet kakálni. Öm, ez az orbabaszós az mm. olyan, hogy halad kilencszer megszúrhattak volna az meg valamelyik oltástűvel inkább. De komolyan, mert annyira kellemetlen, de öm, de ez van. Kinek mi? De, de, az rövidebb idő is, <laughs> meg, meg kevésbé szar. Szerintem tudnának olyan helyen szurkálni, Pisti, alatt. Nem azt mondanád. mondtam, nem azt mondtam, nem azt mondtam. Most kinek, kinek mi? Kinek mi? Nyilván, igen. Mikor áttörik a, a beszáradt takonyrétegenet ezzel a szarral, és keresztül töpik az agyadon, az annyira nem olyan rossz, vagy nem olyan jó. Úgyhogy ennyit tudok mondani erről. Um. Én ne, nekem most volt először ilyen ilyen, ilyen agybaszó tesztem. Nagyon-nagyon uh -huh. kellemetlen ez a dolog. Elhiszem. Én örülök neki, nekem csak a mikor nás útra mentünk, akkor ilyen Galatról vettek. Az csak Galat volt. Az uh -huh. sem volt éppen túl kellemes, de közel sem volt annyira vészes, szóval. Igen, igen. Um, én azt nem tudom elképzelni, mikor ezt ilyen kisgyerekeken csinálják. Iszonyát Egyik kedves ismerősömnek az egy éves gyereke kellett bemenjen egy párszor mostanában, uh -huh. és minden egyes alkalommal megcsináltak neki ezt. a nézni sem írom. No? Ugyan mindegy. nekem is végig szántották az orfalamat, és tudjátok, a meglepődés ismertek engem. Amikor bemennek, tudod, vagy bemész, és tudod, a... Én meg így... Hú, de jó vagy! Tudod, így folyik a könnyem. Mondta, hogy menjek ki, öt jö, perc, vissza. Visszamegyek. Igen. <laughs> Negatív lett a gyors tesztje István. Ah, a, a zsír király, úgyhogy most csak egy PCR tesztet. A... Hogy mit? PCR tesztet. Mondom, mert ez mi volt? És tudod, ez az orvos, amikor te vagy tőle a 9000 ah. és ekkora, és így ránéz, hogy gyors teszt, mit te rajta? Jó, <laughs> Szóval, um utána meg már a másik szemem sem láttam semmit. <laughs> Mennyire jobb lett volna Pisi, hogyha ugye megszúrja, kimegy, vissza, vagy kimész, visszamész, és azt mondja, hogy nem sikerült, csináljuk meg újra. Igen. Csak a másik Igen. oldalra. Igen. Na no, mindegy, boldogató, boldogató, hogy vagy valami, de az biztos, hogy, hogy a legjobb módszer az az, hogy a gyors tesztet, azt hiszem azt mondták nekem, hogy ha a gyors teszt pozitív, akkor nem baszakodnak a PCR teszttel, akkor mész a levesbe. Hogyha negatív, akkor csinálnak mm. egy PCR-tesztet, és a legjobb módszer az az, nekünk is az várt be, hogy az ügyfélkapud öm, lehet nézni a neten, hogy, hogy, hogy megjött az eredmény. Hát abban az Azt, Csak oda azzal lépsz be. Igen. Az ügyfélkapuban, és ott, ott meg lehet nézni. Igen, igen, igen. Öm, hogy, öm, hogy mi van, nekünk ilyen, nem is tudom, éjszaka került fel valamikor az eredmény, és akkor néztük meg, hogy mi van. Öm, apropó Covid, mondtam, hogy ma lesznek ilyen tévek. Láttam, és nem egyértelmű nekem az információ, azért is akartam beszélgetni veletek erről, a témáról. Nem tudom, olvasta el, hogy ugye Ausztriában ugye, korlátozásokat vezettek be. Nagyon uh -huh. fontos letisztázni, hogy ez nem új dolog. Tehát ezt ö, október közepe vége felé már említette az ottani, hát, konzellár? Azt az ottani ö, ö, vezetés. A hatóság. A hatóság már ismertette, hogy hogy ez a terv, hogy mm -hmm. be fogják vezetni ezeket a korlátozásokat, mert ők a. És nyugodtan javítsatok ki a tévedek, mert megpróbáltam utána olvasni tegnap, de nagyon zavaros volt, mert rengeteg a fake news. Hogy elméletileg ők a... az egészségügyi rendszer leterheltségéhez kötötték ezt. Mm -hmm. Hogy hány ágyat foglalnak el a covidos betegek, és ugye ezt próbálják, Tehát ez már eleve ugye kicsit feladja, vagy feladja egy részét annak, hogy miért hoznak ilyen döntést. De oda kötötték, tehát ehhez volt kötve, azt mondták, hogy ha eléri a 30%-ot a leterheltsége az egészségügynek, akkor meglépik ezt, uh -huh. hogy ugye az oltatlan ö, ö, lakosság kiárási korlátozásban fog ö, gyakorlatilag működni, ö, ami azt jelenti, hogy csak létfontosságú dolgok, vagy létfontosságú tevékenységet lehet végezni, dolgozni lehet menni, és bevásárolni. Megásá... igen hasonló. Ö, Lényeg a lényeg, ehhez lett kötve. Tehát nem ahhoz van kötve, hogy hányan vannak beoltva, stb. Tehát látszik, hogy ugye Ausztria az egészségügyi rendszert nem akarja, hogy széttörjön darabokra. Uh -huh. De szerintem értelmet keresni a döntés mögött nem kell, mert gyakorlatilag gyakorlati értelme szerintem abból a szempontból nincsen. Egész egyszerűen annyi az értelme, hogy ösztönözni akarják az embereket, hogy menjenek és vegyék fel az oltást. Uh -huh. Egy az egész, mert ez ugyanaz, mint mikor tudod az éjszakai horgászáshoz kellett oltási hogy nálunk, hogy azt mondják, hogy műnök, ha nincs ott senki, annak, hogy aki horgásznak le menni, húzzon oltatni. ennyi volt Igen. a lényege, mindegy. Úgyhogy, um, úgyhogy ez volt, nagyon fontos. Van olyan ember, aki minket most Ausztriából néz, és tud onnan mondani valamit, mert a faszom ki van a híroldalakkal. Nyugodtan jelezétek, mert csak egy, egy dolgot akarok kérdezni uh, ezzel az egészen kapcsolatban. Uh, amúgy, amúgy ez eddig, uh, na, közközsátszok, lényeg, ez egész Ausztria, vagy csak felső Ausztria. Mert mert ezt erre nem találtam meg a választ. Uh -huh. Az az igazság. És nagyon a tegnap este öm, ez a dolog, mert bújtam a netet öm, egész egész Ausztria. Köszönöm. Jó. Uh -huh. Mert megoszlottak a, a a vélemények, mert voltak olyan oldalak, ahol ahol csak bizonyos részeit mondták, mert ugye öm, szegmensenként öm, szegmensenként változik az, hogy Ausztriában az oltatsági arány valami 65 százalék, viszont mondjuk Észak-Ausztriában ott sokkal rosszabb ez az arány. Hogyha így területre nézed. Tehát azon a területen ott rosszabb. Volt, aki azt írta, hogy csak ott volt olyan oldal, és akkor tudod, mikor már elkezdesz angolul olvasni, Ausztriáról, aztán feladsz mindent, és elkezdesz németül olvasni, és még ott sem minden passzol. Megnyugtatlak, most is írják a csetből, hogy Tartományonként lehet választani, és egész. Igen, de a legtöbben az egészet érje, hogy maradjunk az egésznél, tehát egész Ausztriába fog vonatkozni. Második kérdés, ami csak bónusz kérdés, mert mondtam, hogy csak egy lesz igazából, hogy jól tudom-e, hogy elméletileg ez a következő tíz napra vonatkozik. Mert ugye nagyon sokan nyomják ezt a szalagcímezést, uh -huh. hogy akkor vége világnak, de uh -huh. hogy elvileg tíz napig van. Elvileg, tí, elvileg egyelőre. Jó, hát tudjuk, milyen ez. Igen, igen igen. De hogy elvileg, elvileg tíz napra volt mondva, de gondolom ez is olyan, hogy Amerikában se gondolták, hogy másfél évig zárva lesz minden, mikor azt mondták, hogy két hét. Igen, igen. De hát ugye a mai napig nem tudjuk, hogyha szépen betartotta volna mindenki ezt a két hetet, hogy. Á, nem, 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 a nem azt volna? Más gondoltak erről. Jelenleg november 24-ig én is ezt olvastam. Az a baj, az a baj, tudod, hogy, hogy, hogy száz cikk. Uh -huh. Az valójában háromból van. Persze, átveszi mindenki. Érted? És az a baj, nem tudod visszakövetni, hogy visszakeresni, hogy hol olvasod -e el uh -huh. a dolgot. Na most. Öm, azt tudom, hogy a kiállási tilalom azokra nem vonatkozik, akik rendelkeznek oltási igazolással, vagy olyan igazolással, ami, ö, ami arról szól, hogy már meggyógyultak a betegségből. Uh -huh. öm, ergo ahhoz kötik, hogy. Öm, hogy kiben van ellen a Mondjuk így. Igen. Mondjuk így. És, és annyit tudunk, annyit tudunk hogy, hogy ugye az egészségügyi rendszer terheltségéhez volt kötve. Láttam, hogy nagyon sokan felháborodtak ezen a dolgon, nyilván, és elég sok komment érte azokat a magyar oldalakat, akik megosztották ezt a hírt, amiben az emberek kifejtik a véleményüket ezzel a dologgal kapcsolatban. Nehéz ítélkezni, megmondom őszintén. A cél a nem rossz. Uh -huh. nem, nem, nem akar rosszat az ottani vezetés. Az, hogy ez a jó módszer, nem tudom. Azt, azt nem tudom megmondani, hogy az egészségügyi rendszeren segít-e ez tényleg, vagy sem. Uh -huh. Ezt nem tudom megmondani. Nem is fogják tudni megmondani. Hát, le, talán majd tudod, majd az utókor megválaszolja ezeket a dolgokat. Öm. Valószínűleg az él javít a helyzeten. Drasztikus döletés biztos. Le lehet, az hogy lenne ennél jobb megoldás is ők most ezt látják a Engem legnagyobbnak. Én nem gondolom azt, hogy vagy nem hiszem, hogy, mert ugye azt tudjuk, hogy a kormány nagyon sokszor mondta már, hogy így, hogy így úgy tekint Ausztriára, hogy az hmm. a minta. Igen. Én nem hiszem, hogy ezt el fogják, vagy, vagy így fognak eljárni itthon. Um, bár most a választások miatt szerintem se, hogy nem fognak eljárni, de most ez lényegtelen, mert ebbe kár belemenni. Hát, uh, hát, hát. Hát, nem tudom, lehet, hogy meg fogják lépni itt is, hogy azt mondják, hogy mivel tavaly kimaradt a karácsonyi vásározás mindenhol, ezért most inkább meglépjük most ezt, hogy legyen majd karácsony. Igen. igen. Szóval gyakorlatilag hasonló a kiárási korlátozás, mert ez nem tilalom. Uh -huh. Ez kiárási korlátozás kicsit, mint ami volt ugye itthon is, hogy ugye csak a létfontosságú igen. helyekre lehetett igen. elmenni, tehát dolgozni, lehetett menni gyógyszertárba, boltba. Azt hiszem, ez visszás, de van egy ilyen kis lúb benne, hogy edzeni lehet menni, de oda oltás <laughs> Úgyhogy szabadtéri edzést lehet folytatni. Tehát úgy van meghatározva, hogy edzeni kimehetsz, Igen. de be nem. Mert, mert, mert már azt hiszem ez a... Öm, mi a faszom? Öm, 2G rendszer van már életben, tehát hogy öm, kell, tehát minden ilyen közösségi helyhez, étterem, mozi, mindenhova kell oltásigazolás. igazolás. Úgyhogy ez ilyen dolog. Csak hogy legyen tiszta, mert ugye sok helyen pontatlanul öm, fogalmaznak uh -huh. ezekkel a dolgokkal. Tehát azért, mert ugye vannak olyan oldalak, ahol úgy írták be, hogy bezárták őket a házba. Nem. Ezért nem erről é, van szó. Évesem. Mondom, nem tisztem megítélni, hogy ez a helyes döntése vagy sem. A legjobban az akasztja ki az embereket ezzel kapcsolatban, és erről úgy érdemes beszélni néhány szóban, hogy ugye az emberek, tehát ugye a megkülönböztetés. Uh -huh. Na most, elérkezünk arra a pontra, amikor elkezd viszont nálam felmenni a pumpa. De, de, de. Mert az, hogy az emberek egy része, ö, aki ugye kommentel illeti uh -huh. a járványügyi intézkedéseket, az olyan ostoba, hogy, hogy atyaságos Úristen, szerintem ez nem meglepő, mert elég vad okat tudnak mondani. Uh -huh. De és most itt elmondanám az én véleményemet egy bizonyos részről, mert nagyon felkúrtam magam tegnap, mert mondom, próbáltam utána elni ennek a dolognak. Biztos, hogy egy hogy ti is láttátok, hogy hányan jönnek a sárga csillaggal. Igen. Na most nem tudom, hogy kinek a hibája az, hogy ilyen emberek tudnak létezni. De az biztos, hogy a seprűnyellel kellene az összes fogát kiverni, bazd meg. Tehát kérdezem én, tehát, hogy valaki ennyire paraszt legyen. Uh -huh. Érted? Hogy Hányan írták? Mikor jön a sárga csillag? Mikor jön a sárga csillag? Kérdezni mi az agyhalat fasztól? Hogy elmondaná nekem, hogy a zsidó lakosságnak mikor volt lehetősége oltást kapni arra az meg, hogy ne legyen zsidó? Mikor választhatott? Mikor választhatott arról, hogy, hogy felrakja az azt a szart vagy nem? Igen. Ha? Tehát, hogy nem tiszteljük a történelmet annyira, egy körömhegynyire, hogy legalább nem keverjük bele nem. ezeket a dolgokat, mert nem érted az meg, hogy miről van szó? Sajnos nem. Mert... Hülyék Pisti. De olyan szinten me, felbaszott tegnap nabbalás, hogy me, nem. nem tudom elmondani neked, hogy valakinek ilyen szinten nem működik az agya. Hogy képesek egy olyan párhuzamot meghozni, hogy valakit megkülönböztetnek uh -huh. egy olyan dolog alapján, amiről nem tehet. Igen. Amiről amivel, amivel kapcsolatban nem tud a származásra, érted? A, a, igen, a felmenői igen. alapján ítélik meg azt, hogy élhet -e vagy sem. Te ez az állítás. Ez párhuzamra vonható azzal, hogy oltás alapján te elmehetsz a moziba. Nálam ez tegnap az meg így teljesen. És még egyszer Tehát, mondom, ne? ha valaki nem tartja jogosnak ezt a dolgot, hogy most őt oltatlanul, úgymond, megkülönböztetik másoktól, én teljesen megértem, hogy neki rosszul esik, lehet, hogy hosszú távon igaza van, mit tudom én. Uh -huh. Na jó, de azért vannak határok, hogy hello. De mi a faszról beszélsz? Igen. Tehát azért ilyen igen. dolgokat szerintem rohatul nem kellene belekeverni, és onnantól kezdve megtetszik a nyomorult szerencsétlen szemétládának érted, aki olvassa, és ezt szajkozzák. Igen, az... igen, igen, tényleg, ez olyan, ez pont olyan. Én a hatóság szerepébe Pisti, csak azért is beleállnék, hogy igen, ezt hozott fel, akkor még jobban leszopatunk, és még jobban bekorlátozunk, mert ha ennyire hülye vagy, akkor... Akkor is, érted? Még nem is az, balás. mondom még egyszer, az, hogyha tudod, olyan valaki azt gondolja, tudod, hogy ezzel rosszat akarnak neki okozni, mit tudom én, oké, nem okos, de Nincs. Ilyen párhuzamokat nem hozunk fel. Nincs a környezetében senki, aki megfogja a vállát, hogy figyelj már, öreg, baromságokat beszélsz Igen, ezt nem be. kéne, ezt nem kéne, nem kellene mondani. Érted? És akkor utána persze egyből jön a hullám, hogy Hitler ez az összes osztrákot, aki oltott meg, amit el tudsz képzelni. Bozasztó. Bozasztó egyszerűen, hogy miket vált ki az emberekből. És akkor tudod, ott van mögötte ez az álszentség, és nem akarok belemenni, mert belém is belém kötnek lépten nyomon. Mm. Csak amiatt, mert nekem van oltásom, érted? De nem ez a lényeg. És akkor magyaráz, hogy ő akkor se oltatja be magát, mert azt mondja az osztrák állam, hogy azért, mert félsz egy tűtől. Érted? És azt mondja, hogy de hogy a hosszú távú mellékhatások, meg a faszom, meg a minden. És érted, csak az a baj, hogy ilyenkor látom a szemem előtt, és ez rontja el az összképet. Mert vannak észszerű érvek a mellett, hogy miért nem oltatod be magad. Hmm. De hogy jártad a szárat, de szívod a cigit, iszod a kólát, eszed a mcdonalds -ot, hiába mondod, hogy te nem, hazudsz bazd meg, tehát nem hiszem el, hogy érde, És akkor ilyen emberek beszélnek nekem hosszú távú mellékhatásról, mikor csak és kizárólag azért nem megy el az osztrák is, ugyanúgy, mint itthon, oltatni, mert utálja azt, aki mondta. Sajnos, igen. Mindegy, le van baszva, mindenki azt csinál, amit akar, és én soha nem, fogom, ö, nem fogok megítélni embereket az alapján, hogy elmennek-e oltatni, vagy sem. Mert ez nem az én tisztem, és mondom, ez mindenkinek a saját döntése, csak meg kellene húzni a határokat azért, hogy ki mennyi ideig jártatja a száját. Mert hmm. ilyenkor jut eszembe a Mike Tyson hasonlat, érted? Hogy az volt nagyon más a 90-es években, érted? Hogy ott, ha ilyeneket csináltál, akkor hamar jött valaki, aki bebaszta a pofádat. Érted? Ezennek az embereknek meg nem találják meg még azt az embert, de be fogják nekik ismerni, majd meglátod. Csak ugye elég elég ideig kell uh -huh. beszéljenek az interneten. Na mindegy. Úgyhogy nem tudom, hogy ki kezdte ezt el, vagy miért, de akkor is szerintem meg kéne ezzel állni, mert ez egy nagyon rossz párhuzam. Ez borzasztó párhuzam. Ez egy borzasztó párhuzam. Én mondom, én reménykedem benne, hogy itthon azért ezt nem fogják így bevezetni. Már csak azért sem, mert szerintem a társadalomra rettenetesen rossz hatással van. Uh -huh. És az, az meg is uralkodj rész, ez, 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 és ezt a részét megértem. Tehát, hogyha nem a csillagos uh -huh. dolgokról van szó, akkor azt a részét, hogy megosztják a társadalmat, azt megértem, hogy az ellen vannak az emberek. Mert így is szana szét van darabolva. Hát igen, szana szét van darabolva, de hát most, amikor az egész oltásigazolvány és azzal mehetsz be minden, már ott elkezdték ezt, hogy meg van különböztetve az, aki elmentésbe oltatta magát. Attól, aki nem. De. Úgyhogy annyira nagyon nem egy új keresztű dolog, ez most csak egy újabb lépcső, egy újabb fok, hogy hát igen, akkor, a... akkor miért mégis ennyivel többet, igen, ennyivel többet tehetnek azok, akik felvetik. Nyilvánvalóan csutor, ezek a lépések mindig azért is tot kockázatosak, mert igazad van, hogy gyakorlatilag megalapozott ez a dolog, de tudod, a, a, a szöget is úgy vered be, hogy a 12-ig teljesen. Igen, igen, ezt én értem, de mi van akkor, hogyha most a fennmaradó, mondjuk nem tudok számokat, hogy a lakosság hány százaléka nem vette még fel az oltást, hmm. sem, nem a harmadikat, hanem egyáltalán. Mi van, hogyha a fennmaradó százaléknak a jelentős része ennek hatására inkább elmegy és beadatja az oltást? Igen. Ak akkor megint visszás volt ez a lépés? Mert nyilván megvarrad az a réteg, aki ennyire debil, a, hogy a sárga csillaghoz hasonlítja, az úgy, így se úgyse fog elmenni, tök mindegy, hogy mit az csinálunk, biztos, az azt biztos. el kell engedni, de akik meg hajlandóak ezáltal elmenni... Lehet, hogy abban a szempontból pozitív a hatása, és persze ugye az emberekből a, felmerül a kérdés ugye ilyenkor, hogy, hogy 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 de hát az oltottak is megfertőződnek, meg továbbadják, meg ilyenek, és igaz, tehát ez így igaz egyébként, hogy, 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 hogy alapvetően ugye a tüneteket tudod vele gyakorlatilag egy kicsit kornában tartani, nem különössze veszélyes állapotban, meg ugye az egészség rendszer. Igen, ez, ez amit nem tudom, hogy mi, mi, miért nem tudnak elfogadni emberek, hogy azért, hogy te megkaptad az oltást, ez az nem azt jelenti, hogy te nem fogod elkapni, vagy nem fogod mm. Ez azt jelenti, hogy a te szervezeted fel van rá készülve, és nem, annyi, nem olyan szinten fog kiütni, hogy kórházba kerülje, hanem otthon te El... egy hét alatt kizudod végzelni. Elvileg, elvileg, ez van. Papíron. De mondom, de mondom, ebbe, igaz van. De mondom, ebbe kár belemenni. Én egész egyszerűen arra, arról akartam csak beszélni, hogy, hogy azért hogy határokat kellene húzni azért azzal kapcsolatban, hogy mihez hasonlítják az emberek ezeket persze, a dolgokat. Persze. Mert öm, mert azért, azért ne alacsonyítsuk le a történelem nagyon csúf pontjait egy ilyen hülyeségre. Mint ami most van. Az mert az már, nem ez már az. nagyon közel van ahhoz, hogy egyrészt ilyen holokauszt-tagadó legyen, vagy az én szellemben lapos földhívő, <laughs> <laughs> vagy, vagy Jó, ö de ö 5G azektől? nyomorult, vagy nem tudom. Mit vársz ezektől? Valakinek egyenértékű ez a dolog. Az egészségügyi rendszer. Öm, öm, Terheltségének gyakorlatilag így, gyakorlatilag a megőrzése az egy észszerű pont, én azt látom. Igen. Én, én azt az egyet látom ennek az intézkedésnek a, a hátterében, és ezt is nyilatkozták. Mert ugye, ha az összeomlik, akkor ott ugye nagyon nagy probléma van. Mert már most Igen. látjuk, hogy azért mi van, hogy küldik haza az embereket, meg mit tudom én. És hát ugye itt most nem csak az egészségügyben, de nem csak azokra kell gondolni, akik a COVID miatt kerülnének kórházba, hanem. Mindenki más? Mert hogy most a covidosok elfoglalják a helyet azért, mert nem megy beoltatni. És mondjuk valaki meg szenved egy olyan sérülést vagy egészségügyi elváltozást, hogy hogy ellátásra szorulna, most sajnos a saját példámból is tudok beszélni, hogy a tavaly, amikor én elmentem két hétre betegszabadságra, az orvos mondta, hogy kis műtét, amit most itt megcsinál, vagy nagy műtét, hát ugye nagy műtét lenne jó, de mivel most Covid helyzet van, ezért azt nem csinálnak. Igen. És marad a kis műtét. Igen. Úgyhogy ez a, mondom, jó, akkor legyen a kisműtét, műtét, mert nem tudok mit csinálni. Igen. Igen. E, a, a, az ilyen emberekkel, hogy, hogy azért esnek el úgymond e, megfelelő teljes körű ellátástól, mert le van terhelve az egészségügy, csak azért, mert mert nem akarunk elmenni beoltatni, én ezzel nem nagyon tudok egyetérteni sajnos. Fie, de ehhez de, de is megvan minden jogot, hogy, hogy, hogy ezt gondolt. Min, tehát mindenkinek mindenkinek ez a saját döntése. Aki írja, hogy nem nyilatkozna az oltásról, azzal is egyetértek alapvetően, ez egy magánügy, hogy most ki hogy dönt. Uh -huh. de az a baj, hogy ugye ez egy regisztrációs alapon történő valami, tehát a társadalomról tudják, hogy ki az, aki oltott, és ki az, aki nem. De ezek, ezek a, azok az emberek, akik a sárga csillaghoz hasonlítják, ezek azok az emberek, akik bemennek egy gyorsétterembe, ahol ahol azt mondják, hogy bennem lehet megenni a kaját oltási igazolvány nélkül, uh -huh. és elkezdik a kurva anyjába elküldeni a kasszás Igen. Tehát, mondom, akinek ennyi agya van, tehát kellene legyen valami teleportrendszer, amivel megjelenik mögötte, be az meg egy, nem tudom, egy gorilla és kettét épi, vagy nem tudom. Mert így azt a kurva élet. Ne legyen ennyire... Kisarkizott Pisti, nekem ez is hogy hogyha csak Bud Spencer nem ott, és ilyen salert lekevernek, <laughs> Szegény kül, hogy a a körül. A körül. Uh, szegény már nem tud. Na, uh, de mondom, um, vannak, vannak, helyek, ahol máshol, uh, ahogy máshogyan próbálkoznak. Például a múltkor hallottam, nem is tudom, hogy hol, hogy erősítsétek már ebbe srácok meg a csetben, hogy a cseheknél meg, ú, na ott az volt nekem ilyen Igen? határvonalon, a cseheknél meg azzal buzdítanak az oltásra, hogy uh, halotta a képeit mutogatják. Na, tudod, mint az, a cik, tudod, az, 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 tudod, az mint a, cik is a, a csúnya dolga. Tudod, így, azt hiszem, a rádióban hallottam. Azt hiszem, a rádióban mutogatják, Nem. igen. Nem, hülye. <laughs> és így, tudod, így így ültem, hogy, tudod, ez a határ, amit igen. átlépsz, hogy így. Öh, Azért ez az durva. Öh, az nagyon durva. És ezt meg hogy ez úgy... De ezt mondjuk olyan szinten nyomatják, mint hogy nálunk ment a tévébe a, a mennyel is vett fel az oltást. Nem tudom. A... Itt van, kaptunk, egy, Bocsánat, kaptunk egy linket. Kaptunk egy linket. Ez egy 444-es link. Ó, oh, hogy baszd meg! Ebben vannak képek. Igen. Ne. Igen, így van, ahogy mondtam. És csak. És akkor így itt így. nem 18. Igen, megnyitom magamnak. Igen. Jó, nyisd meg. Nagyon... Uh -huh. Tehát cenzúrázat képek, de elég hatásosak. Ó, baszk. Ezt a linket én kimásolom magamnak, hogy majd be tudjam rakni. Ó, ez az, rak be oda is, igen. Igen. Ó, ó baszki, hát csak négy. Most mind a ketten ezt nézegetjük, akkor Aki, akit nagyon érdekel, megtalálja. Úgyhogy ők ott így próbálkoznak a buzdítással, én. Hát ez azért. Zsolti Katona azt mondja, nálunk oltásunként munkahelyen nettó 175 ezer forintot adnak, mostani tervezőt a HR-től ezzel ösztönöznek. Az is jó, valahol ezzel ösztönöznek. Azt hallottam, hogy valahol terméket adnak mellé. Uh -huh. Azt is hallottam, hogy van valami hely most, ahol meg dugni lehet. Szálltál Hát a neked így jobb. Igen. Ö, én ezt így nem hiszem, hogy annak hívnám, de most minden a lényeg. Hogy valahol... Bemésznek, szó neki és meg is basznak, vagy mi? Nem, nem, hanem, hogy, 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 hogy nem tudom, hogy kikáltak ki mellé valami hölgyek. Aha. Valami, nem tudom, hogy bordéból, vagy ilyen, ilyen helyekről, de múltkor olvastam, hogy van ilyen hely, ahol, ahol ők így úgy ezt, ezzel támogatták a igen, dolgot, hogy aki melyet volt adni, azt mit lehet, hogy csak egy pipa volt, nem tudom. Jaj, istenem. Hát próbálkozik mindenki. Bécsben volt egy bordei Vagy német Bordé, Valami ilyesmi volt. Igen, igen. Igen. Szóval öm, valami ilyen. Tehát ki, mindenki próbálkozik valahogy ösztönözni. Van, aki az oltatlanokat helyezi kijárási korlátozás ö, alá. Ö, van, aki a, hol hullákat mutogat. Van, aki... Ó, ott a link, köszi, Lockdown. És um, Ausztria, Ausztriai uh -huh. Bordé uh, volt, aki, aki azt mondta. Szép. Enküpp... Szép. Hát, srácok, mi ebből a tekintetből nem teszünk különbséget. Azt mondják, hogy Ausztriában az voltat, van olyan. Nekik is ugyanúgy megköszönjük mindent, ugye? Úgyhogy... Igen. Ausztriában az egyik rádióban van egy betelefonálós játék, ahol a nyeremény 10 000 euró, de ha be vagyok ott, akkor még 10. Ne már. <laughs> <sínt> Na mindegy. Úgyhogy próbálják ösztönözni az embereket. Nézzétek, fogalmam sincs, hogy ez az oltása a megoldás. Nyilván, mert hogy én nem tudom. Mi próbáltunk megtenni mindent, hogy körbejárjuk ezt a témát. Egyelőre így néz ki, hogy ez az álláspont, hogy ez fogja -e megoldani a dolgokat, hogy mindenki tud tenni. Azt tudom, hogy a kancellár, az, az, az osztrák kancellár arról beszélt, hogy nem akarja a teljes lakosságot szopatni. Uh -huh. Azért, mert egy bizonyos százalék miatt kell. Uh -huh. Ő így fogalmazott. De. És most én az utolsó része annak, amit mondani akartam. Mondták, hogy ha nem javul a helyzet ettől a döntéstől, akkor az egész országra oltat, vagy oltat, oltat vagy oltatlan, tök mindegy korlátozásokat vezetnek be. Hát igen. Sajnos, ez a ha ezen elindulnak ezen az úton, fognak... akkor ez a következő lépés, hogyha nem a... segít, akkor muszáj még, még durvábban bezárkózni megint. Igen, úgyhogy, 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 ez így működik, úgyhogy ezt tudom, hogy ezekről már, már most beszéltek. Uh -huh. Próbáltam a német oldalakon nézni, és ott több információ volt egy kicsivel, meg, a, meg, meg ott le volt írva, hogy mit mondott uh -huh. a, a csávó, és, és ott ez volt így tárgyalva. Ugye itt a, 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 a Covid helyzetről most, Mármint nyilván itt hol is uh, egyre rosszabb, most már egyébként um, itt Debrecenben is uh, kezd alakulni a helyzet, olyan szempontból, hogy most már a körülöttem lévő emberekben is a embereknél is többen vannak, akik akik elkapták. Uh -huh. Eddig nem? most le. Uh, ennyit, ennyit tudok mondani. Így hirtelen. Egyébként azt hallottad, hogy. Uh, hogy lesz megint magyar űrhajós? Nem. nem. valami rém lenne, de nem. nem, most lehet. Nem mondanám kapásból. Már lehet igen, jelentkezni. Már mert... lehet jelentkezni űrhajósnak. És az ez a ez program. Hmm. 2024-ben azt hiszem lehet majd menni, és Aha. egy embert fognak nyilván kiválasztani. És akkor úgy tudom, hogy hát gyakorlatilag ugye farkas Bertalan óta most lesz majd a következő magyar űrhajós. Szép, szép. Úgy tudom, hogy nehézás program ez, uh -huh. de nem vagyok benne biztos. Vagy az ESA, a, 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 az EU, le, le, lehet, hogy a, a, az európai uh, az, de azt tudom, hogy elvileg a, 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 az űrállomásra, uh -huh. a nemzetközi űrállomásra um, mennének. Magyar űrájós program. Igen, van, és lehet jelentkezni. Valaki jelentkezett? Nem emlékszem már, mik voltak a, ö, a pontos kritériumok, de megvan, hogy milyen kor, milyen súly, meg, meg minden. Szép. Igen, mint a, a weboldalon le van írva, hogy 7 lépéses felvételi van, úgymond. Uh -huh. Online alkalmasági, pszichometria és pszichológia, fizikai alkalmaság, technikai meghallgatás, állásinterjú. Szóval az ötödik az állásinterjú, hogy eljutsz odáig, hogy beszélgessél velük. Bevezető képzés és végső döntés. Kemény. Van hát, űrkutatási miniszter? Komolyan. És ő mit csinált eddig? Na mindegy. A program neve Hunor. Igen. Hungarian to orbit. De úgy ötletes. Nem rossz, nem rossz. Láttunk már sokkal rosszabb címeket. Elengedhetetlen feltétel a valós teljesítmény a kiemelkedő készségek Igen. és a hazaszeretet. Azért, hogy te tudtél, vissza visszajöjjön és el tudja mesélni. Hát ha persze. Ha ha persze. Ha nincs hazaszeretet, akkor ott marad, azt akkor senki sem fogja elhinni, hogy ott volt. Mert nem jött vissza. De mindig. 2022. január 31-ig lehet ö, jelentkezni uh -huh. ö, erre a programra. És elméletileg azt írják, hogy ö, hogy a 26 és 30 között. 26 és 30 között reális. Aha. A súlykorlátozás van? Szerintem van, hogy mi nem mehetünk szerintem. Flancba. De megnézem. Nem is mennénk. Én, én is úgy tudom, hogy van ki. súlykorlátozás. Foglalk, gondoskodni kell a gyerekre, most már nem megyünk ilyen a helyekre. A múltkor megtaláltam azt a cikket, ahol, ahol le volt írva a kritérium. Uh -huh. De na. Mi is, na? De én ezen nagyon jól mosolytam, hogy haza szeretet kell hozzá. A, igen. Nem is tudom, mert a, a, Blackbirdről olvastam annó egy cikket, vagy valami más kémrepülőről, hogy az amerikai hadsereg úgy választotta ki a pilótákat, hogy kritérium volt, hogy legyen felesége a pilótának. És ez a mai szemmel ugye igen. Miért? És hát megindokolták, hogy azért, mert hogy ugye ment a hidegháború, és hogy nem akarták, hogy esetlegesen berepülsz, mondjuk Oroszországba, és kiugrasz, hogy amúgy te csak Oroszországba akarsz élni, hogy el akarod hagyni az usa és ezért kellett a, a feleség, hogy biztosítékban meg hogy amúgy vissza is fog jönni a hozzá. Igen, ez az egyik része, a másik része, meg ezt én is hallottam ezt a sztorit, meg a némi felelősségvállalás volt, mert hogy geci drága hogy olyan <coughs> nem kezdesz el egy jó, de gyorsan Na nézzük terny. meg, hogy összejön a dugóúzó Igen. <coughs> Igen. Igen. Um, Úgyhogy, úgyhogy igen, hát voltak ilyen dolgok, annak idején is, igen, ilyen érdekes dolgok. Öm, most... Úgyhogy ezen nem, nem szabad meglepődni, hogy hazaszeretet kell hozzá, meg... Na, még mindig jobb az a Hunor névpisti egyébként, hogy az lett volna, hogy Malév 2. Igen, már itt volna simán Malév is, mert <sorz> miért... <sorz> 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 Öm, Igen, de ez is kritérium. Úgyhogy lehet jelentkezni, srácok, kíváncsi vagyok, ki fog. Azt tudom, hogy itt Debrecenben is volt ilyen kampány. Hmm. Cokmok. Sziszka kérdezi, hogy az űrbe minek súlykorlátozás. Nevetősz Mári a végén, vagy síra nevetősz de... Na, azért na. Igen, maradjunk annál, hogy azért na. Kizikönyv.pdf. Azt akarom, mert... szívé... mm. hogy... Uh -huh. Elvileg egy hónapig fog tartani a misszió. Körülbelül uh -huh. 30 vagy 60 nap. Azért, hogy világ színvonalú magyar innovációkat teszteljen, és egyedülálló kísérleteket folytasson a nemzetközi űrállomáson. Aha. Egyébként Te... Pisti, pont ezt akartam megfogalmazni, ez a kérdés, hogy amúgy nekünk miért is fontos, hogy legyen magyar űrhajós? Mert vannak mondani? olyan kutatások, ugye, amit az ISS-en csinálnak egyébként, uh -huh. amikhez az kell, hogy ott végezzék el. Ha. És hogy elvileg, elvileg ezeket a fajta magyar kutatásokat fogják, vagyis magyar innovációkat fogják tesztelni az űrben. Uh... Testmagasság 150 és 190 cm között. Uh -huh. Akkor meg megvan a kritérium? Igen? Én, én már ott kiesek az 190. Én még benne vagyok, igen, megyünk tovább. 50 és 95 kg között. Az, az attól függ, hogy mikor mérik le Pisti, igen, az még... Nagyon még, visítva! <laughs> még megoldható. Nagyon visi... Fél nyolc körül reggel. <laughs> igen, igen. igen. Látás 20 per 20, vagy annál jobb korrekcióval, vagy anélkül Egészséges színlátás. Nem az tudom, nekem megvan? Nem tudom, a 20 per 20. És ekkor jól látok? Menjünk tovább? Hogy a 20 évből 20-at kell, kell találni a színlátásra. Biztos, én mindent eltalálok, a 300 km is. A hallás, egészséges hangérzékelés, Sima? ]nek meg kell lennie, igen, megvérnyomást, legfeljebb 140 per 90. Ülőtes helyzetben mérve. Na, akkor az van, hogy reggel kell. Uh, Fé, ö öt kritérium, abból. Reggel kell emelni a súlyomat indulás előtt. <laughs> Akkor mindenre túl vagyok. A vérnyomásomat meg akkor kell megmérni, mikor felkelek. Igen. És akkor, még, akkor, még a, alva. akkor mondjuk. Akkor mondjuk. De lehet, hogy még akkor is gond lesz a vérnyomással. Az nem, minden... azért, mondom, hogy alva. A alva. Minden... Na, ezért a hogy hogyha megfeleltek, akkor, 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 lehet jelentkezni, és akkor hát, ha összejön. Biztos király lehet. Amúgy biztos. Az a baj, hogy kétlem, hogy nem lesz megcinkelve. A választás? Én tudom, naiv vagyok, de én azért remélem, hogy ez egy olyan dolog, hogy nem az, hogy a Józsi úrnak, öcsének, a testvérének a hugát ültessük ma oda, Igen. vagy fiát, vagy akár két, hanem itt azért tényleg fizikai alkalmasság is kell. Persze. Technikai tudás is kell persze, hozzá. Persze, úgy persze én... nyilván. hogy azt gondolod, hogy miatt nem lesz ennyire a szakmailag megkerülni egy szintet, ezért nem feltétlenül Tudnak akárkit küldeni, de persze nyilván, hogyha mondjuk a maradék három emberből az egyiknek van hátzala, akkor igen, akkor lehet, hogy ő fog kiválasztódni. Majd három ember maradt, tudjátok, mindenki. Így, top, 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 és akkor tudod, hogy az egyik így elmegy, és akkor a legközelebbi Tetkoszálomban megmondja, hogy egy ilyen teljes felsőtestes és sona szarvas szeretnék ide maradni a felkasson. <coughs> Ugye, mert ezen fog múlni bassza. <coughs> igen, igen, igen. De. Öm... De na, mindegy. Ö, az biztos, hogy abban egyetértek, értek, hogy valójában igaz hülyeséget beszélek megcinkálni, nem lenne értelme. Hát most ez mekkora blama lenne, hogy valami bal Nem, küldössz. Annyira megcinkálni nincs értelme. Ha tényleg De, minden kritériumnak megfelel, és minden képesítése megvan hozzá, hogy igen, ő amúgy egy, egy, egy valid jelentkező, akkor ott már lehet igen, hogy azért van hátszélnek eleje. Igen. Reméljük, hogy nem lesz. Igen. Őszintén remélem. Kell-e oltási? Ke. De hát nem mindenki szkafanderbe van. Kint nincs vírus. Akkor is kell? Hidegben nem marad életbe, az űrbe hideg van. nem, hát nincs fent ilyen. Nincs. Hát senki sem fertőzött, most az hogy a faszomban lenne. Nem, 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 tudom, hogy az elmúlt másfél évben hogy cserélődtek a, az űrhajósok fel. Senki nem engedtek fel, aki ne hülyesként szerinted. Az igen, nyilván, akinek, akinek elkapta, azt nyilván nem engedték fel, de hogy nem, ez teljesen kivaz zárva valás, tehát ez úgy engednek fel, vagy nélkül. Nem, tehát eleve, eleve szerintem mindennel tele van lőve az űrhajós ember, az egyik. biztos. Egy. A másik szerintem ugye a két héten az út előtt nem lát másik embert, tudja, Jogos, Tehát biztos, nem, hát nem Persze, nem persze ez, ez nem, nem új keletű dolog, hogy a, a kilőés előtt úgymond karanténban vonulnak az űrhajósok, úgyhogy még a saját családtagjaiktól is elzárva vannak. Képzeld el, a filmben Igen, ez nem úgy lenne vágva, tudod, hogy valaki tűzszent az iss és így lövik ki. Tudod, cut! És így lövik ki az űrbe testét. Tö, tö, tö. <hállt> <hállt> Engem. Én nem tudom elképzelni. tőszent, és tudod, csak borsod, csak ne, ne Nem valami gonosz ember, mint a kapcsolat című filmben Judy foster aki tudod, ö, ö, szabotálta a, a, kísérletet. Igen, igen, igen. Úgy tudod, valaki fogja, és az összes félkész kaját telet visszögi, mielőtt becsomagolja, vagy mit tudom én. De még, de, de még azt sem bírja ki annyi ideig. Ja, istenként. A Us ISS Edition? <laughs> igen. Amúgy igen. igen. A nemzik az ügyállomáson te, ki a fertőző. <laughs> Abszolút. Igen. Mekkora ér... az esélye, hogy nőt fognak választani? 50-50. Vagy igen, vagy nem. Hát szerintem nem, nem, 50 -50. Nem, szerintem ez nem, 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 nem szempont. Semennyire se szerintem. Szerintem se szempont. Ezt majd akkor tudunk erre válaszolni, ha megtudjuk azt, hogy a jelentkezők közül hány nő van. Igen, de elméletileg nem szempont. Tehát, hogy ugyanúgy nem, be lehet nem. bárki. Az előbb felolvastam az öt kritériumot, ami Abban nem volt benne, hogy nő vagy férfi kell legyen. Vagy valami más. Igen. Na. Maradjunk. Maradjunk a valami másnál. Igen, akkor itt, igen, tehát akkor visszaszívom. Tehát az 50-50 az nem. Tehát nem 50-50 az esélye. Nem. Lehet, hogy 25 esély van arra, hogy nő lesz, és 25 arra, hogy férfi. mi, van a maradékkal. Hát ott sok hát, minden ó, lehet, ó, ott, tudod, az a baj, osz, hogy nem, rakt, nem tudom felsorolni. Ott túl sok van. ott, nem tudom felsorolni, <gess> hogy, hogy, mi van. A személy száma egyesel vagy kettessel fog kezdődni. Igen. Azt hallottad, hogy most belekötöttük a síhákba. Miért? Hát mert hogy ez így elég durva, mert ez így, ez így, ez így nem non-binary. kéne hívni, vagy hogy valami más neve, amiben nem, nincs benne a sík? Nem, ő is hák. Kellene legyen, mert mitől sí? Si? Na tudod, hogy hosszú a haja? Na mindegy, hogy most ebbe is belekötöttek. Hm. Jaj, Igen. Nem mint naphák, hanem mint ők. Igen. Igen. Hál' Istennek a Hímen címét még nem csözték el. Szünet? De. Már nincs benne a címben, hogy hímen. Igen. Már csak Masters of the Universe. Na nem mindegy. úgyhogy The Person Named Hulk. Nem rossz, nem rossz. Miért Person? Creature. Creature? Lehet. Na mindegy is, most abba, most abba, abba kötöttek bele, éppen a síhákba. Apropó síhák. Bocsánat, ez még nincs? a Dead Dust Hulk. Oh, igen. Hogy akkor mi a címe? Ne, 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 a címe, nem, 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 bántják, csak belekötöttek az emberek. Szerintem a hímenre kérdezte. Ja, a hímennek? A hímenek az a címe, hogy Masters of the Universe. Uh, Revelation. Ez a címe a, a, a az új uh -huh. És hímen meghalt benne kétszer. Spoiler alert. Mert ha csak egyszer halt volna meg, attól még az emléke megmaradt volna aki az, előtt tudja, miről beszélek, hogy volt olyan maszkulin kinézetű férfi állat, akit hímennek hívtak, úgyhogy megölték még egyszer, hogy biztosan ne legyen. Kíváncsiak, mi tűnik fel síra. Nem, ő is most már jönnie kell. Na mindig. Igen. Lehet, hogy is kinyírják sokszor. Istenem. De most ebben nem menjünk bele, mert ez is egy elég sekélyes témakör szerintem. A Moon Knight, az, az, a Moon Knight trailer jól néz ki, és a Moon Knight, az PC. Ennyit tudok mondani most így hirtelen. Azt hallottam, hogy most megint beleállt valaki a, a, a szuperhős filmekbe. Öm, az öreg Ridley Scott szerintem. Hiszem, hogy olvastam. mennyire? Nem jó? E, mint... Igen, nem nagyon szeretik ezek a, a, az old rendezők, mert Aha. Nincsenek túl jó helyzetben abban a szempontból, tudod, hogy, hogy nem nagyon tudják eladni a filmjeiket egy olyan, uh -huh. egy olyan környezetben, tudod, ahol... ahol Most most tud most ez a menő. Igen. És... Um, ők meg ezt nehezen dolgozzák fel, most már nem ők a menők, hanem valami Igen, más. meg az, hogy meg azt tudod, hogy nem is az, hogy nem ők a menők, hanem hogy nagyon nehéz tudod ö, ö, nagy pénzt kérni valamire, ami nem ez. Igen. Igen. Öm, e Megértem, Ez igazából, én, ezt igazából én, én, én frusztrációnak hívnám inkább, tudod, szerintem a részükről. Nyilatkozni uh -huh. nem kellene, mert szerintem csak magának okoz rosszat. De a frusztrációt azt értem, hogy hogy tudod, kicsit olyan tehetetlennek érzik magukat, mert tényleg hát a csapból is most már tehát annyi, annyi, annyi sorozat indul. Most ugye Marvel is bejelentett nem tudom mennyit, uh -huh. rengeteget. Uh, még a 97-es X-Men animációs is folytatják. Csak mondom. Beszállsz. Változik a közönség, mondom, most ez a menő, most erre, erre van igénye az embereknek, ez lett a trend. Nagyon ügyesen csinálta a, a, a úgymond a kriétori oldal, hogy kialakították az igényt rá, tehát mm -hmm. felnőtt 12 év alatt egy generáció gyakorlatilag Igen, ezeken a filmeken, akik élnek, halnak érte. Most ez van. Megváltozott a világ körülöttük. Látod, a színészek közül is volt, aki adoptált és ment vele és, és igenis és, uh, vállalja a dolgokat. Uh, ki kell ezzel egyezni? Hogy a dűne nem tarolt-e? Hát a tarolt az egy kis túlzás. Kurva jó film lett, imádom, nagyon szeretem. A tarolt az egy kis túlzás. A Marvel filmek, azok tarolnak. Igen. Tehát gyakorlatilag szerintem fel tudott nőni a shang képest a, annak a kis fülesi országnak, aki Ben van. Kb. Ha majd nekem tökre tetszett a shang De most nem ez a lényeg. Um, nyilván nehéz helyzetben vannak azok a rendezők, akik most más filmet akarnak csinálni, de szerintem ez az életrendje, ez mindig így van. Legalábbis én úgy láttam, hogy ugye a különböző korszakokban hasonlóan Igen, volt. Pedig muszáj van ugye a más filmekre mert nem mert minden film ilyen. De nem de... is minden film ilyen de Nem is kérnek minden más filmre akkora pénzösszegeket, amekkorákat mondjuk Ridley Scott szeretne, szeretett volna. Igen. Mert hát ugye a filmkészítéshez nem kell feltétlenül mindig 100 millió dollárok, vagy több 100 millió dollárok. Ha akciófilmet forgat az ember, akkor általában elfér, de azért nem nem kötelező. Igen. Szóval én is azt, én is úgy, 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 úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy, hogy szerintem sem kellene rinyálni feltétlenül emiatt. Um, az, hogy mondjuk, mit tudom én, a magát a platformot nem akarják, hogy ennyire felismerhető legyen erről, vagy nem akarják, hogy teljesen eltorzuljon a kép, azt még talán meg is érteném, uh -huh. de um, de hangot adni uh, ilyen renoméval, scorzeizinál se értettem, hogy miért kellett, mi szükség volt rá, most, 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 Ridley sem értem, hogy mi szükség van rá, mert uh, csak magának okoz rosszat, és szerintem ezt ő is tudja, csak a frusztráció hozza ki belőlük ezt a dolgot. Nem tudom, nem tudom. Lehet, hogy úgy van vele, hogy Scorsese elkezdte, Scott most folytatja, és akkor hát, hogyha előbb-utóbb beállnak mögéjük az összes többi rendező is, és akkor ezáltal megváltoztatják az egész uh, irányvonalat, uh -huh. nem fogják, de, de ők még ettől még gondolhatják ezt is léphetnek így nem tudom, érdekes egy jelenség. Engem megmondom hogy nem zavar ezen a nagy szuperhős hullám, mert azért a mellett elég sok filmban szerintem. Lehet szelektálni, hogy. Lehet szelektálni ebből is. Az, hogy óriási sikerűek, tehát az, hogy ennyire népszerűek, uh -huh. az meg most mind zavarja őket. Csináljanak olyat, ami népszerűbb. Igen. Ez, ez mindig ilyen. így működött szerintem. Úgyhogy én, én meg, meg, én nem gondolom azt, hogy, hogy olyan nagyon-nagyon rosszak lennének. Van egy saját receptje a szuperhős filmeknek, amik, amiben, amiben Tény, hogy azok az eszközök, meg azok a történetvezetési eszközök, meg módszerek, amiktől nagyját tud lenni egy film, nem kell szerepeljenek, mert, mert ez egy képregény film, uh -huh. ugye? És egész másról szól, Igen. és máshogy lesz hatásos. Um, ezt a kritikát megértem, hogy hogy ezt fűzik hozzá, de. De akkor is most a népszerűségét nem kell irigyelni. Én azt gondolom. Én szeretem. A a szuperhős filmeket örülök neki, hogy vannak. Igen. É, 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 é. tehát attól függetlenül, hogy, 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 van egyfajta film, amit én nagyon szeretek, mm -hmm. van rettető sok olyan verzió, tudod, ami, ami, amire sok szót lehetne mondani, hogy hogy, neked te, ez a szar, meg mit tudom persze, én. Persze. Én szeretek nagyon sok mindent, ami, a, ami, a, ami szar, így az átlag ember szerint, de nincs ebben semmi gond, amíg van opciód. Igen. Na most az ízlés kérdésbe belekötni, hogy ez tetszik, nem tetszik, Teljesen felesleges és értelmetlen belemenni. Nem tetszik, nem nézem meg. Mint ugye ez az internetes tartalom fogyasztásra is igaz, hogy ha valakinek nem tetszik valami, akkor nem nézi, elhatint. E és nem tudom, hogy miért kell belállni, hogy miért adnak még mindig erre pénzt, miért csinálnak ebből még mindig. Azért, mert valakinek tetszik. Neked nem tetszik, nem kell Pontosan, de ott van, hogy tehát nincs olyan nap alatt megint csak, ugyanúgy ezt akartam pont mondani, Mihály, hogy ugye ez máskor is így volt, az előbb is mondtam, hogy volt korszak, amikor gyakorlatilag csak western filmet, le, filmet lehetett eladni, Igen. volt korszak, amikor úgy mentek a, a, az ilyen egyszemélyes akcióhős filmek, mint a büdös kurva élet, volt korszak, amikor minden fő, minden fő volt, tehát nem volt olyan film, aminek a, fi aminek a, fi amelyik filmnek a végén nem derült ki, hogy skizofrén a karakter, a szar. Tehát így gyakorlatilag majdnem közel tíz év telt el így, hogy mindenkinek ki kellett derüljön, hogy személyiség hasonlása van, és úgy tudták csak rátromfolni egymásra, hogy kiderült, hogy kilenc, meg tizenöt fajta személyisége van, és csak akkor lehetett segbe nyomni valakit. Tehát volt a science fiction őrület, amikor csak, az, csak úgy lehetett eladni valamit, hogyha volt benne űrrepülő, meg tyútyú, Hagyjuk. Te, Igen. Mind, mindig voltak korszakok, amikor volt valami, ami nagyon menő volt. Az igaz, hogy a Marvel, Marvel DC képregényes korszak most már azért elég régóta tart. És egyre durvább. De ebből a tekintetből ugye. Tökéletes euh, példa, hogy kimeríthetetlen forrás a képregények történet tekintetében. Egy, és, és ez, ami miatt már régóta ugye lehet sárdobálózni Hollywoodban, hogy, hogy nincs új a nap alatt. Igen. Állandóan csinálják a rimékeket, újraforgatják az új témákat, -ni, nincsen benne. Nincsen új történet, nincsen új iklet, nincsen újdonság, semmi képregényfilmeknél. Igen, ott végtele. Oké, okay, a... hogy alapvetően ugyanaz a, a szisztém, hogy van egy hős, aki vagy tudja, hogy hős lesz, vagy nem, és hős lett, és megküzd valakivel, akivel akart, vagy nem akart, tök mindegy, de megküzd, és megvan a harc, és ki kész vége a filmnek. Nagyjából ugyanennyi az összes. Igen. Uh, de mégis mindig valamilyen másabb az egész. Hát másabb, meg az, hogy tudod, érted? de tényleg az, hogy végtelen gyakorlatilag a, 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 forrás, és hogy nagyon-nagyon sokan szeretik, meg ezekkel olyan könnyű azonosulni. Egy, könny egy könnyed műfaj abban a szempontból, hogy ha az egyes filmeket vesszük így külön, olyan könnyű azonosulni vele, Persze. hogy van a hős. Az már más kérdés, hogy nagyon okosan csinálják azt, tudod, hogy ilyen filmeken átívelő történetek vannak, mm. amik ugye felépülnek, és azok komplexebbek, meg bonyolultabbak, meg stb. És ezért mondom azt, hogy egy kimeríthetetlen forrás, hogy ugye egyrészt rengeteg képregény meg van már írva, amit meg lehet filmesíteni, rengeteg történet van, amit meg lehet filmesíteni. Ezekkel meg, hogy multiverzumot csináltak az egészből, Ingen? meg még felhatványozódik az egész variáció szám, mert, mert tényleg oda-vissza le lehet forratni, hogy érdekes legyen. A másik része meg így van, a másik része meg az, hogy hogy az emberek szeretik kurvára. Akkor Igen. most mi a fasz, hogy ne csináljanak ilyet, mert Igen. túl sokan megnézik. Én értem, hogy nem egy mély tartalommal rendelkező film, tömeg, a képregény filmek, de nagyon sok ember csak azért megy moziba, vagy hogy néz filmeket, hogy kikapcsoljon, hát és meg. a, meg. meg mindig... a hétköznapokból kiszakadjon. Pontosan. Tökéletes. Hát mennyire népszerű már mindig ezzel jövök a halálos irábban sorozat. Most lesz már a tizedik Igen. része. Olyan rohadt Igen. népszerű, hogy az valami egészen elképesztő. Kvadrilliárdokat kerestek vele csinálják, ameddig csinálják. Ez a, tulajdonképpen már ők is szuperhősök. Nem igen, ne láttam Pisti múlt héten a, igen. A fan artot. Igen. Az Endgame, Marvel Endgame jelenet, amikor Captain, aki nem látta a filmet, annak most spoiler. Persze. Captain, igen. Captain Marvel már a végén megérkezik, és ugye keresztül az űrhajón, meg, meg lever a, mindenkit. Na, azt összevágták úgy, hogy mindig a kocsival. <laughs> és ő keresztül az űrhajón, és megy el, és jön mondja, hogy a családért bármit. Igen. Úgyhogy igen, lássam, hogy ők is szuperhősök. Igen. Na mindegy, úgyhogy ez egyébként egy általánosságban vett, örökérvényű dolog. Srácok, hogy amire igény van, az mindig lesz, és attól, hogy valakinek nem tetszik, attól még ugyanúgy. Tehát a rendszert nem lehet megváltoztatni. Most ez van, majd túl leszünk egyébként. Ezen is több, mint valószínű, és majd lesz másik irány, de szerintem sokáig fog tartani még. Uh -huh. Alapvetően a, a képregény kultusz, amit én nagyon nem bánok, mert örülök neki, hogy ugye Megtudták az emberek, hogy léteznek ezek a dolgok, és hogy király, meg, uh -huh. meg hogy izgalmas, meg hogy nagyon-nagyon menő, már nagyon régóta. Kérdés, hogy mennyit tudnak kihozni belőle. De hát látod, az, tehát em, tehát színészek karriert csinálnak ebből, ö, hogy bizonyos karakterek, ö, stb. Ez, ez mindenkinek jó amúgy a nap végén. Jó lehet hogy nem jó. Neki nem. Szeretnék megnézni egy alternatív idősávot egyébként, mm -hmm. hogyha a Marvel soha nem dönt úgy, hogy Cinematic universe épít, mm -hmm. vajon akkor is olyan kibaszott szar lett volna az Alien Covenant? Vagy sem. Mert mondjuk ezt megkérdezném tőle, annak ellenére, hogy minden tiszteltem az övé. Mm -hmm. Lehet, hogy ez befolyásolta. Nem biztos, hogy... Attól félt, nem lesz olyan sikeres, mint a harmadik Iron Man film. Nem biztos, hogy nem kapott rá... Nem, nem biztos, hogy azért lett olyan, amilyen, mert nem kapott rá elég pénzt, Pisti. Persze, igen. Úgyhogy én, én nem vagyok benne biztos, hogy lesz hozzá, vagy kötődik hozzá. Ha. Én nem tudom, én, mindig elmondom, és mindig ismétlem magamat, hogy amikor megnéztük az Alien covenant moziba, igen? akkor úgy jöttem ki onnan, hogy visszamentünk a Guardians of the Galaxy 2-t megnézni, mert annyira baszta az agyamat, hogy hogy lehet ennyire szar egy általam annyira kedvelt franchise. Uh -huh. Az a film viszont kibaszott jó volt. És így ültem, hogy... Ha. Igen. Mindegy. Te... Igen. Igen. Én vagyok Mary Poppins. Hát hülye, hogy olyan jól szórakoztam, a legjobb, hogy egyetlen. Legjobb. Érted? Az én meg végig már azon gondolkoztam, hogy vagdossam magam, hogyha még egyszer meglátom meg a t Érted? Hogy szétverem a fejemet a, a székkarfán. Érted? Hogy azt az embert kell mutogatni. Azt az embert. Azt sem tudja, hogy került Hollywoodba. Fogalma sincs. Nem tudja, hogy melyik filmben van. Érted? Áh! Na mindegy, nem tetszett a kávé hogyha valakinek így nem, nem világos ez a dolog. Én magnetóként szerettem. Uh -huh. Sokkal jobb volt, ugye, mint. Nagyon nem menjünk most ebbe bele. <gül> <Én> <gül> nem volt jobb. Nem, nem volt jobb. Ettől függetlenül én szerettem benne. Én is szerettem azt a magnetót, a akit ő játszott, akit a játszott volna bárki más is. Vélemény? Igen. Igen, jön az új film. Ha minden igaz, akkor a. Hulura. Hulura fog úgy, érkezni. Ér, reméljük, hogy eddigre megérkezik Magyarországra és a Disney Plus, ami birtokolja a hulut. Igen, megérkezik, érkezik, jövőre érkezik a Disney Plus, jön az új Predator film. Ö, trükkösen Prey lesz a címe. Igen, mint, és, mint, mint Csali, vagy... Nem, a Prey, mint hát áldozat, áldozat, vagy zsákmány. Zsákmány, zsákmány lesz, igen, igen köszönöm. zsákmány lesz, és az lett a, a az lett a story, vagy az a storyline, ugye, hogy 300 évvel ezelőtt valami a komancs, indián törzs, be, törzs körül fog játszódni a, a, a dolog, és hogy ott, ott, ott próbálja majd megvédeni valami indián harcos nő a törzsét egy ragadozó elől. Magyar ellen. Úgyhogy érdekes volt ilyen hasonló jellegű storyline amúgy a képregényekben, vagyis nem a képregényekben, a képregény formájában mm -hmm. a, a, a Predatornak, úgyhogy érdekes lehet, kíváncsian várom. Nekem mindegy, hogy mi, hogy őszinte legyek. Csak ne Covenant legyen, és akkor nem lesz gond. Jó lesz az. Igen. Úgyhogy nagyjából ezek a hírek vannak, ezekről beszélgettünk így ma reggel. A hét nagyjából tudjuk, hogy fog alakulni. Tudjuk, hogy melyik nap lesz Time Out Podcast, tudjuk, hogy melyik nap lesz Code. Ö, a holnapi nap kérdőjeles, ma esti eseményektől függ, hogy mit művel a Microsoft. <laughs> Na mindegy, majd kiderül. <laughs> ö, ma viszont az biztos, hogy a Guardians a befejezzük, és ha marad időnk, akkor majd látjuk, mit csinálunk. A menetrendet hadd update a HH után, mert valamit meg kell nézni. Nem minden van rendben a Rockstar lancsára. Maradjunk ennyiben. Te lehet, hogy ma déltől lesz stream. Beírom, ahogy tudom, jó? Igen. Srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma reggel. Találkozunk valamikor 12 után. Vagy holnap. És holnap is természetesen reggel a reggeli műsorban. Úgyhogy ezek a programok mára. Legyetek jók! Köszönjük szépen, hogy itt Köszönjük szépen, szép hetet. Szevasztok. Sziasztok.